Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mint szó is, augusztus 29-én. Nunki csillag hat a mai napon. A hold olyan, mint egy szivacs. Beveszi ezt az energiát, és továbbadja nekünk. Nunki csillag kihalt a mai napra. Ezt a csillagot az ősi mezopotámiaiak nagyon-nagyon értékelték. Számukra Nunki csillag azt jelentette, mint egy szent hely, egy szent anya. Ahogy ránk hat a mai napon, számunkra kell egy hely, ahol mi erőt meríthetünk, mint egy forrás, vagy egy helyet, ami számunkra megnyugtató. A mai napon a hold kapcsolatba kerül Jupiter bolygóval, Plutó bolygóval és Szaturnusz bolygóval. Ez egy úgynevezett konjunkció, ami azt jelenti, hogy ők találkoznak és együtt hatnak. Jupiter bolygó által megvannak a lehetőségek, de gyakran Jupiter összeköttetésben áll az igazsággal, igazságtalanságokkal vagy egy bírósági üggyel. Plutó bolygó mutatja a belső erőnket, kihat a testi kapcsolatokra is, és Szaturnusz bolygónál korlátozások vannak, vagy át kell, hogy lépjünk ezeken a korlátokon, előfordulhat az is, hogy kell, hogy mi korlátozzunk másokat. Az elmúlt napokban volt egy Mars-Szaturnusz kvadrát aspektus. Ezek kihívások voltak. Mivel Szaturnusz bolygó visszafele halad, Mars bolygó előre és gyorsabban, mint Szaturnusz bolygó, így most eltávolodnak egymástól, és megnyugodnak az események. Ezt érezni fogjuk. A hold szemben áll Vénusz bolygóval, ez kihat ránk hölgyekre, és az érzelmeinkre kell a belső egyensúly. Vénusz bolygó szimbolizálja a párkapcsolatot is. Vénusz bolygó kihat a szerelmi élet területére. Itt nem csak az egyensúly fontos, hanem ez olyan, mint egy tükör. Bele kell nézni ebbe a tükörbe. Ez, amit ez az opozíción, ez a szemben álló kapcsolat számunkra mutat. Azon kívül, mint egy mérleg, az egyensúlyt. Nem visszahúzódni, semmit nem eltúlozni, hanem középen maradni. Egy kis nyitottság, de ne túl sokat beszéljünk érzelmi dolgokról, mert kell, hogy ő is tegyen valamit. A mai napon van egy Vénusz-Plutó opozíción. Ezek szemben állnak. Azt jelenti, mint egy tükör. Bele kell, hogy ebbe a tükörbe nézzünk. De ezt az opozíciót összehasonlíthatnám, mint egy mérleg, kell, hogy legyen a belső egyensúly, mivel Vénusz bolygó kihat a szerelmi élet területére, itt kell a középpont. Mi a középpont? Arra utal Plutó bolygó. Plutó bolygó szimbolizálja a testi kapcsolatot is, ez áll a középpontban, mivel Vénusz energiája itt hat, mi hölgyek hatunk
Mondhatnám, mi hölgyek állunk a középpontban, de tartsuk meg az egyensúlyt, ne túl sokat, ne túl keveset. És ez volt a felvételem Mizus augusztus 29-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!